Van az úgy néha, hogy egyik másik hölgy amáliázik. Az immár Hollósi Frigyes díjjal kitüntetett Kálid Artúr személyesítette meg Hipolitot Kőszegen a Várszínház és a Bartók Kamara Színház bemutatójában. Zágon István vígjátékát, Nóti Károly filmforgatókönyvét Vajda Anikó és Vajda Katalin dolgozta át. A történetet kiegészítették Makács Aladárné főtanácsos asszony karakterével. A Kőszegváros polgármestere annyira boldog volt, hogy Molnár Piroskát sikerült visszacsábítani sok-sok év után, és ő egyébként a sok-sok fizikai problémája mellett vállalta azt, hogy fellép a darabban, illetve hát tulajdonképpen, hogy neki írnak egy szerepet, hisz tudjuk, hogy a Makácsné szerepe nem volt eredetileg a forgatókönyvben, hogy egy nagyon szép kitüntető oktellert adott át Molnár Piroskának, ami hát óriási ováció közepette került átadásra. Már 2 évvel ezelőtt megfogalmazódott, hogy a Kőszegi Várszínház színpadán helye van a Hipolitnak. A szereposztás is összeállt már akkor, idén pedig megvalósulhatott az előadás, amelyhez a Bartók Színházban vitték végig a próba folyamatot. Ott is lesz bemutató. Szeptember 21-én a Magyar Dráma napján a Bartók nagy színpadán ezzel kezdjük az évadunkat. Úgyhogy folytatódik, és már most pont itten a nagy érdeklődésre való tekintettel Póca Zoltánnal tárgyaltunk arról, hogy lehet, hogy lesz ennek az előadásnak is jövő nyáron egy folytatása, de ez majd kiderül, ez majd. Mert valóban mondhatom nagy képviselő nélkül, hogy lett akkor a siker, hogy akik most látták, lehet, hogy jönnének jövőre is. A kőszegi nyári színházi szezon nem ért véget a Hipolittal. Augusztus 29-ig még tele a naptár.